A hagyományos, vizes locsolkodás szokása egyre ritkább, a népkör fiataljai azonban nem hagyják kihalni ezt a hagyományt. Valamikor minden lány, akit meglocsoltak a faluban, azt megtiszteltetésnek vette. Ma már ez egy kicsit elcsépelt, unott is már, sokan nem is szeretik, de attól függetlenül én úgy érzem, hogy ezt meg kell tartani, és természetesen nekünk idősebbnek az a feladata, hogy továbbadjuk a fiataloknak. Ez is egy jó szórakozás, lányokat nézni, milyen ők is elázzanak, ugye? Mert a fiúk is eláznak, de ők másmilyen módon. Ez régen a fiatalok csinálták ezt, szóval a legények meg a leányok egymást így pújgatták, mondhatni. A lányok számítottak a locsolókra, süteménnyel, italokkal várták a fiúkat. A vödrök azonban őket is meglepték. Hát szeretném, csak nem ennyi vízzel. Szokásos, nálunk most volt először, tehát a mi csoportunk most volt először így, és olyan furcsa volt, hogy ennyi vizet hoztak. Telelálltam, és mikor visszafelé jöttünk, akkor is hát hátul, és én kaptam a legtöbbet, úgyhogy, de nem baj. De én szeretem, hogy sok lány így fél tőle minden, de én élvezem. Ugye megbeszéltük, hogy akkor így mindenki otthon készít egy kis kalácsot, és akkor hozunk kalácsot, tojás, meg ilyen innivalókat. A húsvét hétfőt régebben vízbevető hétfőnek is nevezték, ugyanis vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvájúba dobták a lányokat. A szokás a termékenység kultuszokra, illetve arra a keresztény legendára vezethető vissza, amely szerint vízzel öntötték le a Jézus feltámadását hirdető asszonyokat, hogy elhallgattassák őket. Megvan töltve.